Nagyon szerettem Budapestet, és tudom, hogy fiatal lánykoromban vitatkoztam valakivel, hogy nem mennék el Pestről semmi pénzért, és hogy sokkal jobb Pesten, főleg a háziasszonyoknak, mert nem kell mindenfelé szaladgálni pincébe meg padlásra, hanem hát szóval könnyebb az élet. Na és akkor az az illető mondta, hogy figyeljen meg, hogy majd jön valaki, akinek a kedvéért én elmegyek vidékre. És úgy lett, mert az apu hát Nagytartsán lett lelkész, aztán oda kerültem. Nagytartsaiak azok ott maradtak a templomban, nem mentek le az óvóhelyre, és utána mentünk át a parókiára. Nem találtak a kulcsot, majdnem föl kellett törni a lakást, és úgy jutottunk valahogy be. Aztán átöltöztem, hát még egy napot sem voltam a mennyasszonyi ruhába, csak pár órát. 30 éves koromban tanultam csak meg biciklizni. Hát évikét fölültettem hátra, és indult a munkát Kistarcsára. Hajtották ki a teheneket arra lefelé a rétre. És az út két oldalán mentek ezek a tehenek, ahogy hajtották. Mondom, elmegyünk közötte. És egyszer csak, ahogy ez a tehén így elém került, kimbálozva ment, és aztán oda került a farahoz, aztán lelökött már a biciklire. Úgyhogy leestünk mind a ketten, Évike bömbölt, én nekem meg kiszakadt a harisnya. Gyalog mentünk végül át Kistarcsára, mondanom sem kell, hogy mire Pesten megjártuk a temetőt, meg jöttünk visszafelé, a térdem már ekkora volt. Amikor a front közeledett, a falu vezetőség elmenekült, de az uram itt maradt a híveivel. Amikor aztán ugye az ember már anyósá válik, és hát nekem először ugye vejeim lettek, Évikéjéknél voltam, és almás pitét készítettem. Még kezdtem volna beszórni vaníliás cukorral. Iszonyú sikítás, minden gyerek, édesanyja olyat nem szokott belerakni. Na, egy kis fahéjat teszek, azért mégis valami íze legyen. Belép az ajtón a Bulcsú, és azt mondja, Évike olyat nem szokott beletenni. Csípőre tettem a kezem, és azt mondtam, ide figyeljetek, én nem bánom az Évike, hogy csinálja, most én csinálom, és úgy csinálom, hogy én akarom. A Bulcsú bement, és levágott belőle egy darabot, azon forrott, és beleharapott, és azt mondta, Évike, te semmit se tudsz. Szóval ilyen volt a viszony köztünk. Milyen műsorokat néz a legszívesebben? Hát vannak olyan világi műsorok, amiket megnézek, de nagyon válogatni kell, mert nagyon kevés jó van. De az a fontos éppen az én életemben, hogy nem nagyon tudok elmozdulni otthonról, sokszor még nem sikerült templomba se elmennem, és akkor annyira kívánja az ember, hogy ilyen lelki felfrissülést kapjon. November 10-én, pontosan 440 évvel Luther után, ugyanazon a napon. Székesfehérváron születtem, édesapám volt a lelkész. Két éves koromig laktunk ott, gyönyörű épület volt az, ahol laktunk. Aztán elkerültünk ki Pilis Csabára, a Fébének volt az anyaháza akkor, és ott lett ő a Fébének a lelkésze. Ez volt tulajdonképpen a diakoniszáknak az otthona. Mi itt laktunk ebben a Bétel nevű épületben, azon a végén. Rettenetesen féltem a villámlástól, dörgéstől, azért, mert a hegyek még jobban megsokszorozták ott a dörgést, úgyhogy édesanyám még ágya
végében, a két ágy végében volt egy divány, én azon aludtam. És amikor féltem, akkor édesapám a két ágy között kidugta a lábát, és a lábujját fogtam, és úgy aludtam el. Hát ilyen emlékeim vannak, meg hát az öcsémmel sokat bolondoztunk ott. Hívőkörbe nőttem föl, és paplány voltam, és nem jártam úgy nagyon se társaságba, se nem táncoltam, úgyhogy általában az volt rólam az osztálytársaim véleménye, hogy én talán sose fogok férjhez menni, de diakonissa leszek biztos. Férjem pedig, mikor elvégezte a teológiát, Kisfaludra került. Ott volt egy néni, aki az én édesapámat ismerte, aki annak idején a tulajdonképpen sokat tett azért, hogy ébredés induljon meg az egyházon belül. Na most ez a néni azt mondta neki, hogy ha fölkerül Budapestre, keressen meg és vegyen engem feleségül. De nem is tudta, hogy hogy nézek ki, és az, hát a férjem is csak annyit tudott rólam, hogy valószínű vagyok, mert édesapámat ismerte, de hallásból őt se ismerte személyesen. Na most mit tesz Isten? Azt a bibliaórát vezette az Üllői úton, amit annak idején édesapám kezdett meg. Én megmondom, sehova nem jártam, de ide eljártunk édesanyámmal és testvéreimmel együtt, minden héten, hétfőn volt egy bibliaóra, és arra. Na ott találkoztunk. Azután édesanyám, mint özvegy papné, kapott egy lakást egy szeretett otthonba, annak fejébe, hogy annak gondoknője legyen. Na most azt a szeretett otthont lelkileg a Deák tér gondozta. És a férjem akkor a Deák térre került segédlelkésznek, és hát ott is találkoztunk egyszer-egyszer, de ő csak az öreg néniknek tartott ott bibliaórát, ott én nem vettem részt soha. Hát én még akkor 7. gimnazista voltam, bekerültem a Deák téri konfirmandus körbe, aminek szintén ő, mint ottani segédlelkész volt a vezetője, és ott aztán szintén többször találkoztunk minden vasárnap. Én különösebben nem figyeltem úgy föl rá, akkor még, és aztán hát megtetszettem neki, megismerkedtünk, és mindenki nagyon örült, akik a Biblia körbe jártak, meg akik hát édesapámat is ismerték, mert nagyon komoly embernek ismerték meg a férjemet is. És hát, hogy úgy gondolták, hogy Isten áldása lesz ezen a házasságon. 38-tól voltak ezek az evangelizációk és nagy ébredés Magyarországon, és 41. április 6-án volt az a nagy nap, amikor én is átadtam a szívemet Jézusnak, és olyan nagyon kimondhatatlan, nagyon nagy boldogságot jelentett az. Mind a ketten félárvák voltunk, és az ördög mindent megpróbált, hogy ne sikerüljön a dolog. Egy éven át az esküvünk előtt azt lehet mondani, egyfolytában betegeskedtem. Mindenféle jött egymás után, de többek között vakbélgyulladással, méghozzá perforált vakbéllel kórházba kerültem, ahol hasártyagyulladásom lett, és egy újabb műtéten kellett átesnem. A második műtétem után azt mondták, hogy hát nem biztos, hogy megmaradok. Két nappal a műtét után az volt a reggeli ige, hogy fogok járni az élők földén. Már édesanyám és hát János is, a férjem is ott ültek az ágyam mellett, és mindegyik olvasta ezt az igét, és hát úgy vette édesanyám, hogy úgy látszik, hogy elszólít, én nem maradok meg, elszólít a Jóisten. És a János pedig, a férjem, vagy illetve akkor vőlegényem, elkezdett Istenhez könyörögni, és valósággal viaskodni, mint Jákob a jablok révénél, hogy ne vigyen el, hogy még adjon vissza az életnek. Mint a hallotta volna, hogy egy hang azt mondja, de nem tudod, mi elől viszem el? Bejönnek az oroszok. És akkor erre azt felelte, hát gondolatba János, hogy de akkor is te leszel velünk. És erre, mintha megdöbbent volna erre a nagy hitre, bizalomra, az a belső hang, és azt mondta, hát jó, legyen. Ezután hálát adott neki Istennek, hogy visszakapott engem, és azután azt mondta,
Egy kis idő után pedig az a gondolata támadt, hogy jaj, mégis talán nem kellett volna így erőszakoskodni. És akkor egy olyan igét kapott a Bibliából mindjárt utána, hogy Isten örül annak, ha az övéinek a kívánságát teljesítheti. És akkor azt kérte még Istentől, hogy adjon valami jelet, hogy ő bizonyságot tehessen a másoknak is arról, hogy Isten cselekedett itt. Ezután az orvos jött ki a vizitről, és azt mondta, hát ez csoda, ilyen nincs, azt mondja, ha 10 napon belül megjött volna a láz, az is csoda lett volna. De azt mondja, megjött a láz, második napon a műtét után. És akkor, hát János mondta neki, hogy én ezt kértem Istentől jelnek, és elmondta, hogy mi meg hogyan volt. És bizonyságot tett arról, hogy Isten milyen csodát tett velünk. 6 hétig voltam még bent a kórházba, hol jobban mentek a dolgok, szépen haladt a javulás, hol meg hát voltak visszaesések is. De azért mégiscsak előbbre-előbbre jutottam, és 6 hét után kiengedtek azzal, hogy egy olyan helyre megyek, ahol orvosi felügyelet alatt leszek. És akkor édesanyámnak és a vőlegényemnek megmondta ez a ludányi orvos, hogy nekem sose lesz gyerekem, mert olyan nagy genyesedés volt a hasüregben, hogy ott mindent elemésztett. Én még gimnázista voltam, mikor már udvarolt nekem János, és akkor úgy volt, hogy eljött este mindig, mert hogy tanulni tudjak azért, és volt olyan, hogy ki is kérdezett egyik másik, és hát így az érettségire így együtt készültünk föl valamennyire. De aztán meg volt olyan is, hogy utána ott vonat vacsorára, és akkor hát anyukám ott ült benne a szobába, és ott szegény bóbiskolt, és folyton mondta, hogy most már menjen haza, és akkor aztán a végre éjfél körül azért elment. De mindig, ha együtt voltunk, imádsággal, igeolvasással fejeztük be. És eljegyzés előtt, ha mentünk sétálni, akkor anyu is jött velünk, úgyhogy mi mentünk elől ketten, ő meg a húgommal jött utánunk. És egyszer mi már tegeződtünk, ha magunkban voltunk. És egyszer meghalott anyukám. Micsoda? Még nem volt eljegyzés. Szóval se lehet tegeződésről. Na jó. Aztán meg máskülönben is szól, vigyázott nagyon ránk anyu. És de nem is volt szükség rá. János is becsületes volt. Én meg hát naív, rettentő naív velem. Akármit történhetett volna, de jó Isten megőrzött, és olyan valakit adott mellém, aki tisztességes volt. Szóval az a jó, hogyha az, aki az én párom lesz egész életemre, egyetlen egy. És az mindent együtt ismerünk meg, együtt jövünk rá dolgokra, és semmi szükség arra szerintem, hogy előtte próbálkozások legyenek, meg ilyesmi. Isten mindenkinek egyet rendelt. Az más kérdés, hogyha előzlegyül egyik vagy másik. Érettségi után nem sokkal ugye megvolt az eljegyzésünk, októberre tolódott el az esküvünk, amit májusban szerettünk volna megtartani. Keresztapám esketett minket, és mondta, hogy haragszik, hogyha nem pontos a mennyasszony, és ott voltunk a fényképésznél, hát már indultunk volna a templomban, 12:30 volt az esküvő a Deák téren, és akkor megszólaltak a szirénák. 1 óra hosszat voltunk kénytelenek ott maradni a fényképésznél, és azért csináltunk aztán több felvételt is. Tényleg olyan volt, mintha még utoljára a sátán akart volna keretbe tenni valamit, hogy ne sikerüljön ez az esküvő. Onnan aztán jöttünk Nagytartsára, mert akkor már ő itt megválasztott lelkész volt, azon a napon volt a beiktatása is. Úgyhogy ez olyan kettős frigykötés volt, egyrészt velem, másrészt a gyülekezettel.
Hát én nem tudtam arról, hogy nekem nem lehet gyermekem. És én borzalmasan szerettem mindig a kisgyerekeket, elmentem egy orvoshoz, hogy hát nézzem meg, hogy mi van, miért nincs gyermekünk. Ő ajánlott egy sóskúrát, hogy próbáljuk meg, hogy sósfürdőt vegyek, 25 kiló só kellett volna ahhoz, és az 45-be, a 25 kiló só az olyan volt, mint azt mondta volna, hogy 30, vagy mit tudom, egy mázsa arany, mert annyira nagy foga volt a sónak, egyáltalán nem lehetett hozzájutni, nekünk meg pénzünk egyáltalán nem volt. Annyi pénzünk nem volt, hogy amit mindenkinek kiutaltak, két deka paprikát, azt is úgy tudtam megkapni, hogy a falubeli asszonyok megvették nekem. Hát fél év után megjelennek én az orvosnál, és elmondtam, hogy milyen tünetek vannak, és úgy érzem, hogy áldott állapotba kerültem, és akkor ő, hát nem jelent, ez se jelent semmit, teljes elzáródás van. De azért megvizsgálom. Megvizsgált, és akkor azt mondja nekem, hogy hát egy normális, tökéletes, két hónapos terhesség, ha nem én vizsgáltam volna, fél évvel ezelőtt nem hinném el, hogy ez létezik. Hát 7 gyermekünk lett ugye egymás után. Hát otthon szültem aztán a gyerekeket, majdnem mindet 2 kivételével. Az elsőnél úgy volt, hogy be kell mennem, be akartak utálni a kórházba, de mivel január 1-én lettem, illetve 1-ére jutott a szülés ideje, nem kapott az orvos mentőt. Háború után volt, az egész járásban 2 mentő volt, az is a részeg emberekkel volt elfoglalva. Nem volt itthon János, mert az anyósomat akkor operálták rákkal. És ő lement Békéscsabára, hogy mellette legyen ezekben a napokban. Hát az orvos ott maradt mellettem, és hát biztos, hogy nagyon megszenvedtem, mert 21 órán keresztül bajultam. Ugye első baba volt, hát nagyon elformátlanodott a feje, egész csúcsos volt meg minden, és hát olyan gyönyörű volt nekem, a világon nincs még egy ilyen gyönyörű. És tényleg el tudta nézni az ember órákig, hogy na most hogy mozdítja a kis száját, hogy rebben a szeme, vagy valamilyen gyönyörűek azok a babák. Jó másfél évre rá megszületett a második is, és hát nem fiú. No, szegény apu konferencián van, és ilyen milyen hírrel fogadjuk, hogy megint lány. Hazajön, mi van, jól vagytok, egészség? Persze. Aztán azt mondja, hol van az egy, jaj, de aranyos, mondom, de kislány. Nem baj, fő az, hogy egészségesek vagytok. És akkor mondom, hát akkor add ide, én is megpuszilom. Most már ezek után, hogy az apa elfogadta, most már én nekem is lehet. Pont 2 év telt el, amikor aztán megérkezett a 3. gyermekünk, aznap el akart menni valahova az uram, és mondtam neki, ha azt akarod, hogy fiad legyen, akkor ma ne tedd ki a lábadat a házból. Hát úgy is volt, aztán nem mert lány lenni, fiú volt, megszületett nagy örömünkre János Sámuel, azért is kapta aztán ezt a nevet, mert úgy kértük őt, és úgy vártuk, mint ahogy Anna várt annak idején Sámuel, mintha első lett volna. Aztán jöttek egymás után Péter, aztán a Gábor, Bandi, és aztán meg a Tamáska. Hát Tamáska volt az a gyermekünk, akit sajnos 5,5 hónapos korában elveszítettünk. Januárban a gyerekek torokgyulladás, mandulagyulladással voltak mind az összes, és noha nem, mondtuk, hogy nem szabad bemenni a Tamáskához, de csak oda mentek, mert hát ők is szerették a kis testvérüket, és akkor hát megkapta. De sajnos ő nála mindjárt tüdőgyulladás lett belőle. Bevittük a kórházba, a Heimpálba, és 10 nap után teljesen egészséges volt. Nekem nem volt elég tejem, és a faluba se volt senki szoptatós, aki tudta volna adni az anyatejet, és akkor mondták, hogy még hagyjuk benne a gyereket egy hétig, hogy az alatt majd átállítják mesterséges táplálásra. Most az történt, sajnos, hogy ugyanakkor ott is influenza járvány volt, kevés nővér volt, és a
gyerekosztály másik részéről, ahol éppen ilyen betegek voltak, kolis betegek voltak, onnan jártak át a nővérek itt is segíteni ezen az osztályon, ahol a mi Tamáskánk volt. És sajnos két nappal azután telefonált az orvos, és mondta, hogy kolis lett. Persze akkor abban reménykedtem, hogy majd az anyai szeretet meg gondoskodás csodát tesz, de hát Isten másképp határozott. Hát nagyon fájdalmas volt, de azt mondtuk, hogy kellett, hogy ezt is megtapasztaljuk, meg átéljük, hogy jobban érezzük át azoknak a fájdalmát, akik a gyülekezetben ilyen esetet élnek át. Isten olyan kegyelmes volt, hogy 2,5 évre rá kaptunk még egy kisfiút, akit azután Pál Barnabásnak kereszteltük, azért, hogy Isten vigasztalásul adta nekünk. Megmondom őszintén, hogy én nem gondoltam azért ennyire sok ilyen nagy családra, de ha még egyszer ott lennék, mégis úgy lenne megint. Annyi öröm van bennük. És annyi volt is, kiskoruktól kezdve. Úgyhogy annyira szerettem például fürözteni. Amikor már nekem nem lehetett gyermekem, akkor volt, hogy a faluban voltak fiatal asszonyok kisbabával. Na, mikor fogsz fürözteni? Akkor várjál, majd én megyek. És elmentem, és füröztettem. Hadd élvezem azok az aranyos kis kezek, lábak, olyan édesek voltak. Szóval szerettem mindig, és nagyon... Nagyon örülök neki, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ennyi gyermeket adott. Az volt nekem a nagyon nagy kegyelem Istentől, hogy édesanyám velünk volt. Tehát nem nehezedett annyira rám minden. Ő inkább szeretett főzni, én meg jobban szerettem nagyon takarítgatni, rakosni, meg ilyesmi. És ugye hát a gyerekek öltöztetése, a mosás, meg ilyesmi, ez rám maradt. Ővé volt a konyha. De amellett rengeteget segített úgy, hogy például délutánonként vasalt. Eltekintve az elsőtől a májútól, az összes többi gyereket írni, olvasni ő tanította. Mert délután ott ült az asztalnál, és a legkisebb mindig az övé volt. Én megültem a másik oldalon az asztalnál, és akkor az ölembe a legkisebb, és akkor, aki hát még nem volt iskolás, és akkor a többiek mellettem, és akkor hol egyiknek, hol másiknak, ha kellett valamit, vagy kikérdezni, vagy ilyesmi, az volt az én részem. Volt, amelyik délelőtt ment iskolába, volt, amelyik délután. Úgyhogy volt olyan időszak, amikor délután, vagy délelőtt 00:30-tól délután 3-ig ebédeltetés ment. Ahogy asztal, megérkeztek egyik. Az asztal eléggé súfolt volt. Igen, tizen ültünk körülötte. A terítékre haló is? Hát a Jóisten mindig mondják, és ezt tapasztaltuk, igen, hogy ahova nyulacskát ad, füvecskét is, úgyhogy mindig megvolt. Nem volt hiányunk. Nem mondom, hogy bővölködtünk, vagy valami extraságokat tudtunk venni a gyerekeknek, hát étel szempontjából, de jó volt az úgy. És nagyon jó lenne szerintem, ha a mai gyerekek is megtanulnák azt, hogy nem mindig minden kívánság teljesül. És nem is volt miatt a baj, senki soha nem panaszkodott. Többen kérdezték tőlem, hogy és tisztelendő néni, mit szólnak hozzá a nagylányok, hogy az anyuka már megint babát vár. Mit? Nagyon örülnek neki.
Képzeljék el, múltkor együtt teregettük a ruhát a padláson, és már ugye eléggé látszott rajtam, hogy babám lesz, és akkor mondtam neki, hát lányok, megmondok nektek egy nagy titkot, de hát szóval kíváncsi vagyok, hogy összíték, és akkor, hát már tudjuk, lesz testvérünk, de az enyém lesz, vitatkoztak rajta, hogy melyiküké legyen. Azt mondja a nagyobbik, a Máju, a Évinek, jó van, tied lehet a Bandi, most már neked adom. Mindig ővé volt a legkisebb. De az tény, hogy a Máju többet füröztötte a Palit, mint én. 14 éves volt már, és úgy vette mindig, mint saját gyereket. És azt mondta, ha a férhez megy, akkor viszi magával. Mondom, lesz neked is, nem kell, hogy enyémet vidd el. Velünk aludt a legkisebb. Az mindig velünk aludt, és amikor jött egy újabb gyerek, akkor mindig hát azok meg bementek a nagymama szobájába, úgyhogy ott volt egy ágy, amelyiken megint ketten elfértek, úgyhogy fejtől lábtól. Na most volt egy időszak, mikor a Gábor meg a Bandi aludtak így, és annyira egyformák voltak, lecsukott szemmel nem lehetett megkülönböztetni, melyik, és hát szerencsétlenségükre mindig azt ébresztettem, amelyik még maradhatott volna. Az egyik szobában, azt lány szobának neveztük ki, de egyetlen fiút beengedtünk oda a János, azért, hogy na, ő vigyáz a lányokra, mert ez olyan különálló szoba volt. Nálunk sajnos szegény apura jutott ez, ő volt a szigorúbb, de különben is ő egy kicsit keményebb kézzel volt nevelve is, és hát ezt hozta. De azért ugye az én gyengeségem, meg az ő, hát főleg az ő erős és helyes értelembe vett erőssége, ez jól kiegyensúlyozta. Mert ha úgy nevelődtek volna, hogy én ugye kényeztettem volna őket, az nem lett volna jó. De az se lett volna jó, ha csak a szigort ismerik meg. Na de apu részéről is nem csak szigor volt, azért sokat eljátszogatott, tanítgatott, ha mentünk kirándulni, megismertetni lepkékkel, madarakkal, virágokkal. A mai gyerekek legnagyobb része úgy van, hogy el van eresztve, nevelődjél, ahogy tudsz, meg is látszik az eredmény. Nagyon nagy bűn volt az, hogy az asszonyokat kikényszerítették a családból, hogy menni kellett nekik dolgozni. Jó, én tudom, hogy ez máshogy is így volt, de itt nálunk ezzel kezdődött. A gyerekek az utcán nevelődtek föl. És csak úgyis úgy van egy gyermeknél, hogy sokkal hamarabb megtanulja a rosszat, mert hát van sátán is a világon, mint a jót. De azért meglátszik azokon a gyerekeken, akikkel foglalkoznak, akiknek a hibáit nyesegetik, szép szóval, de ha kell, esetleg másképpen is. Én nem vagyok híve annak, hogy mindig ütni vagy verni azt a gyermeket, nincs is rá szükség. De a kicsikorba kell csak megverni. És amikor azt szokták nekem mondani, hogy kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, azt mondtam, ha a kisgyerekre nagy gondot fordítunk, akkor a nagygyerek nem fog nagy gondot csinálni. Mert akkor már fogja tudni, hogy hogyan kell az életbe forgolódnia, és legfontosabb pedig az, hogy a gyerekeket Isten hitre eljuttatni. És még inkább, hogy Jézussal kapcsolatba kerüljenek. Hát ugye ez nem megy csak úgy, hogy na, ma elhatározom, hanem az kell, hogy elsősorban az a szülő legyen Isten gyermeke. Thank you.
végül nekünk összesen, hát ha Tamáskát is számolom, akkor 8 gyermekünk volt, és a 8 gyermek után, hát tulajdonképpen 7 után lett 27 unokánk. És a 27 unokából, hát mostani 2 volt még. Egy kicsi korában, egy pedig hát autista volt, és az 18 éves korában volt meg pár éve. És dédunokánk pedig most van 8. Van egy nagy családi bibliánk, amiben még az esküvünk előtt elkezdte beírni a szülei adatait a férjem, és aztán akkor a mi családi bibliánk lett, és akkor beírta a mi nevünket, aztán jöttek sorba a gyermekek, keresztelés, meg konfirmáció, meg esküvő, meg temetések, halálesetek is. És ez így nagyon hasznos dolog. Én sokszor előveszem, amikor a dédunokákról van szó. Mert már annyi nevet sokszor össze... Nem is a név miatt, mert az még megmarad, hanem az dátumokra. Nem vagyok egészen biztos egyikről vagy másikról, hogy na most a másodikán vagy harmadikán született, akkor előveszem, és akkor mindjárt megvan. A családban a születésnap vagy a névnap ünneplése volt a szokás? Hát a hívő családokban a születésnapokat ünnepelték. Én hallottam olyanról is, hogy valaki akkor ünnepelte a születésnapját, amikor megtért. Azt a napot tartott a számon. Isten éltesen! Tamás, ez ugyan Máté, de azért... Látod, ez szép igazán tudjuk a szemét. Jó! Nézd, ezt mit kimondhatod? Tudom, pezgő. Tessék! Tessék! Hát a mamát feltétlen bele kell lenni. 24. megkísérni. Az, adtál neki puszit? Az Úr megtart téged, mint a szeme fényét, úgy mondta ma reggeli Zsoltár vers. A 17. Zsoltár 8. versét olvastuk föl neked. Máté, 1 éves születésnap. 1 éves. Isten kegyelméből megérhettük az aranylakodalmunkat is. 43-ban esküdtünk, és 93-ban együtt lehetett a szűk családban, 50-60 körül voltunk együtt. És hálát adtunk Istennek, hogy szóval ezt megérhettük, és hogy tényleg úgy adta a jó Isten, hogy tudtam segíteni én is az ő munkájában, és nagyon boldog éveket éltünk. Még 16 évet adott nekünk a Jóisten, hogy együtt élhetünk nyugdíjasan is. Az utolsó években ő eléggé megrokkant több ilyen kisebb agyvérzésféle után, de Isten úgy elkészítette őt, hogy aztán úgy tudott elmenni. Hát mondjuk egy szép kort élhetett meg az Uram is, de ha nem lettek volna gyermekek azért, akkor rettenetes lett volna az űr utána. Így most, mivel gyermekek és unokák között maradtam azután is, ez nagyon nagy kegyelem Istentől. Bejön egyik vagy másik unoka, egy kicsit elbeszélgetünk, aztán van, amikor hát komolyabb dolgokról is, de nagyon-nagyon sok édes emlékem van a kicsi korukról, épp úgy, mint a felnőtt korukról. És hát most tényleg támaszt jelentenek. Nem is tudnék sehova mozdulni. Már eléggé megrokkant a lábam, meg minden.
az tény, hogy nagyon sokat imádkozom értük. Mindegyik családért külön is, és be vannak osztva az ima füzetembe, amelyik napra, és 7 napból áll az 7, minden napra jut egy gyermek, és ez is olyan jó, és akkor vele együtt a családja, és ő most már dédunokák is. Úgyhogy. Sokkal édesapa halála után egyszer azt álmodtam, hogy elindultunk Budapestről, árkon, bokron állt és sáros utakon, hosszú ruhám volt, mint csupa sár meg szafat lett. Mentünk Budapestről Hamburgba, hogy felszálljunk egy hajóra, és átmenjünk Angliába. Mikor odaértünk, olyan csupasz part volt, csak ott állt a nagy hajó és a palló, ami fölvezetett rá, és jobbra volt egy kulipintyó, oda kellett bemenni a iratokkal, mindennel. És ahogy ott értünk, édesapa mondja, én nekem itt vannak az iratok, jaj, én meg otthon felejtettem, se útlevelem, semmi papírom nincsen. Azt mondja, nekem itt van, és azzal ment a bódéhoz, elintézte a dolgokat, és megmondtam, jó van, akkor te elmész most, és majd hazajössz, mesélsz nekem. Mert én nem tudok elmenni. Azzal ő elindult a bódétól a hajó felé, és ahogy ment föl a pallon, akkor odaszóltam neki, hogy apu, legalább egy puszit adjál. Azzal odaszaladtam neki, és adtam egy puszit, aztán elintegettem, és hazajöttem. Körülbelül ez ugye a hajnali órákban, az utolsó órákban álmodhattam, mert minden teljesen kereken megmaradt az emlékezetemben, mikor fölébredtem, és úgy elgondolkoztam rajta, és megállapítottam, hát igen, még nincs rendben a szénám, még nincsenek rendben az útleveleim, amelyek a mennyországba bevisznek, és nekem még valamit el kell itt intéznem. És nem mehetek még apuka után. Fogtam nagyon, hát 59 Mert annyira kell diétáznod a cukorbéteg? Nem, nincs is étvágya, meg eszem ezt a sok ronda gyógyszert. Ja, aztán elveszi az étvágyat. Hát nem a cukros. Végre világos lett, és kinyitom a útmutatót, az első ige szabadításodra várok, Uram. És a kijelölt szakaszban meg az volt, a vérfolyásos asszony története volt leírva. Én annyira meghatottam, és annyira boldog voltam, el is írtam magam, hogy Isten ennyire kegyelmes, és tényleg szó szerint válaszol az embernek a problémáira. És akkor azt mondtam, hogy Uram, köszönöm te néked, és egészen rád bízom magam. Nagyon szépen köszönöm a rám gondolásotokat. Hát igen, még élek, de már nagyon szeretnék oda átlenni. Nem gondoltam, hogy ennyire túlélem Jánosomat. Szép és nagyon boldog életet kaptam Istentől. Igaz, hívő szüleim voltak, akik elindítottak az Úr útján. Drága Jánosom segített Jézust követni. Noha egy gyermekem se lehetett volna, 8 gyermekkel áldott meg minket az Úr. 7 élnek, szeretnek, és az a legnagyobb ajándék, hogy Jézus megváltójukként követik. A szintén boldogság, hogy ez a hit tovább megy a következők felé is. Nekem, akinek 1 gyermeke se lehetett volna, 7 gyermekem után, 27 unokám és jelenleg 31 dédunokám van, még 2 várunk ebben az évben, Soli Deo Gloria. Mindezt csak azért írom le, Isten dicsőítsem ezzel, és hogy bizonságot tegyek arról, nagyon jó Istennel járni.